amire figyelni kell, az általában meghatározó az is, hogy van egy ilyen kígyóbőr mintázata a szárának, van egy nagy bocskora, és fehér lemezei vannak általában mindig a nagy őzlábnak. Ezekről a tulajdonságokról lehet felismerni a nagy őzláb gombát. Ez a gombafajta általában júniustól terem. Azonban számos más gomba már megtalálható az erdőkben és a mezőkön. Az esős időjárás kedvezett a gombák növekedésének, így már a megyében is tart a gombaszezon, bár még csak az elején tart, júliusban és augusztusban lesz a csúcspontján. Igazából a gombaszezon már márciustól indul a kucsmagombával, és utána pedig már jön a csiperkegomba, szegfűgomba, őzlábgomba, vargánya, rókagomba, tehát így indul a szezon. Igazából márciustól indul a szezonja a gombának. Ő a gyilkos galóca, őt össze lehet keverni a csiperkegombával, akár vagy a csegettyűgombával. Könnyen összetéveszthető a mérgező gomba az ehetővel. A gyilkos galócának bár jellegzetes kinézete van, mégis sokan szedik le és viszik be a nyíregyházi gombaállomásra. Ez a jobbik eset, mondják a szakértők. A nyíregyházi gombavizsgáló állomáson bevizsgált gombák jelentős része, körülbelül a fele általában mérgező. Tudás Roland kiemelte, reneszánszát éri a gombagyűjtögetés, de érdemes figyelni, mit szedünk le, és a hazavitt gomba semmiképp ne kerüljön azonnal az asztalra. Igazából érdemes, ha már gombát elmegyünk kutatni az erdőben, érdemes egy jó könyvet megvenni, akármilyen boltban. A nagyon jó könyvben nagyon sok mindent megtudhatunk róla, akár a száráról, akár a lelőhelyekről, akár a gomba összetéveszthetőségről is. Tehát érdemes venni egy jó könyvet mindenképpen, és utána pedig minket megkeresni a gombavizsgálóban. A gombavizsgálás pedig egy ingyenes szolgáltatás, a megyében egyedül a nyíregyházi búzatéri piaszcsarnokban működik ilyen állomás, itt minden nap reggel 6 órától délután 1 óráig bárki megvizsgáltathatja az összegyűjtött és asztalra szánt gombáját.